A műsor támogatója a Medivia Kft. Hogy nyoma maradjon. Szia, Doki bácsi! Szia, Ágota, kedves! Szia! Nem is tudtam, hogy te vagy a következő beteg, mi újság? Mi vagyunk, megjöttünk váradról, kötelező kontrollra. Mikor indultatok? Hát egy olyan 3 órával ezelőtt is. Bírta az utat ez a kutyus? Igen, tök jó volt, ma most laza volt, nem kellett várjunk sem. Az, amit Bandi csinál, az szerintem nem csak Európában, szerintem a világon egyedülálló. Kiteljesedett ez ebben a szakterületben, és én jelenleg csodálom, ahol ő eljutott. A tudományt olyan szinten tudja művelni, a kollégák többsége csak néz, hogy hát ilyen is van ma már. Van egy mops kiskutyám, akinek egy szemma sérülése lett, és 3 orvosnál jártam. Konyha nyelven mondva kifolyt a kutyának a szemem. Az előző 3 orvos, aki megvizsgálta, mind a 3 egyöntetően azt a verdiktet adta ki, hogy ki kell venni a szemét a kutyának. Mivel ő még akkor 1 éves sem volt, ezért is jártam orvosról orvosra, és próbáltam megmentetni Lolámnak, mert hogy így hívják a szemét, de mondom, valami kevés sikerrel. Egyszerűen leültem az internet a számítógép elé, beütöttem azt, hogy állatorvos, és azt, hogy szemspecialista, és kiadta Bandi bácsinak a nevét, és így jutottunk el Nagyváradról Szentesre, és így mentette meg a kutyámnak a szemét. Szaruhártya transplantációt hajtott végre, ezt lefordítva megint konyha nyelvre azt tudom mondani, hogy Lolának az egyik szeme malac szem. Ez mit jelent fontosan? Hát én nem tudom olyan szakavatottan elmondani, ahogy a Doki bácsi, az majd az ő reszortja lesz. Ő nagyon jól elő tudja adni, és meg tudom érteni, én csak a saját szavaimmal tudom. Tehát gyakorlatilag a szaruhártya, ez az a kis barna folt, ami az egész szemgolyót ellepi, és ez van a Lolácskámnak malac szemből. Nagyon meleg volt, azon a napon nagyon sok baleset történt, mint utólag megtudtam, így fekete pénteknek nevezték. Nagyon kellemetlen élmény volt az utolsó, emlékem az volt, hogy gyorsítok ki az autóval, utána pedig kiszállva az autóból, a mobiltelefonomon fölhívtam a cukrászt, hogy hozzon tortát a feleségemnek, a kertészt, hogy hozzon virágot a feleségemnek, mert születésnapja van, és aztán szóltam a mentőknek, hogy jöjjenek, mert baleset történt. Utána viszont hosszú hónapokig nincs emlékem. De mi történt pontosan? Egy egyenes úton lekapott valószínűleg a kerék, jobb oldalt, rántottam egyet rajta, és árokba borultam. Egy rendkívül rossz út volt ez, amin közlekedtem. Mennyivel ment? A kilométer óra 154-nél akadt akkor ott meg, tehát nem kicsi sebességgel közlekedtem valóban. De siettem haza, mert feleségem születésnapja volt. Egy kerek születésnapja volt. És először, amikor kiszállt az autóból, az volt a gondolata, hogy megrendelje a tortát, a virágot, és csak utána hívta a mentőt. Igen, ez ebben a sorrendben történt. De miért? Hát, mert ez volt a dolgom, hát a születésnap volt. Gondolom, hát nem tudok erre most így már válaszolni azért az idő távlatából, de valószínűleg, hogy volt egy hatalmas nagy ijedelem bennem, persze természetesen ugye a lábamat azt nem éreztem, kikászálódtam az autóból, ez nem kipattanás volt, kikászálódtam az autóból, és félvén attól, hogy mit szól a család hozzá, hogy én ilyen dolgot csináltam, ezért először úgy gondoltam, hogy küldök virágot a feleségemnek, küldök tortát neki, csak aztán szólok a mentőknek. Tehát. Hamarabb is kapta meg a tortát és a virágot, mint sem, hogy megtudta volna? Ezt nem tudom, ezt majd őtől le kell megkérdezni. Azóta nem kérdezte meg? Belesetről nem nagyon beszélünk, tehát azon az úton aztán 6 évig nem is közlekedtem, pedig ott van egy házunk, tehát igazándiból én nem jártam arra, nagyon-nagyon sokáig nem bírtam kimenni. Tehát nem nagyon esik szó erről a balesetről. Anyu kapott egy telefonhívást, felvette, igazából nem mondott semmit, lerakta, és elment itthonról.
Tehát igazából az, hogy apuval baleset történt, az később délután tudta meg, nem tudom már hogyan egyébként. Mi történt pontosan a rehabilitáció címén? Mivel kecsegtették? Mi volt a baj? Hát, ahogy bekerültem, tehát én hétfő délelőtt ki voltam írva egy ilyen csonkolásos műtétre, ugye a lábam eltávolításra kerül a sérülések miatt. Juditka az fogott és átvitt egy másik kórházba, nem akartunk ebből lenyugodni. Meg nem éreztem jó magam annak az orvosnak a kezében, nem éreztem magam biztonságban, megmondom őszintén. Tehát talán ez is innen indult egy változás én bennem, hogy tudja, mi a feltétlen bizalom. Tehát én akkor nagyon rossz kezekben éreztem magam, nem éreztem jó magam az orvos kezében, nem volt bizalmam benne. Én valahogy azt éreztem, hogy hibás döntést hoz. De ezt mire alapozta? Mert én azt éreztem, nem tudok mit mondani, én azt éreztem, hogy ez egy hibás döntés, nem előzte meg vizsgálat, nem volt igazándiból semmi vizsgálat. Én tudom, hogy nagyon rossz állapotban volt a lábam, csak a bőr tartotta, tehát, de azért valamennyi keringés volt benne, tehát én harcoltam volna mindenféleképpen, mint ahogy harcoltam is azért a lábért, és Orosházán egy nagyon jó doktorbácsi kezébe kerültünk, aki azt mondta, hogy nem tud operálni, de tovább fog küldeni oda, ahova engem tovább fog küldeni, ahova tovább kell küldeni, és mondom, így Hangodi tanár úrhoz kerültem, aki aztán hosszú-hosszú évekig, nagyon sok műtéten keresztül mindig újra rendbe rakta a lábamat. Mikora bajban volt? Hát szerintem nagyobb bajban volt, mint gondolja. Igen? Nem tudom, hogy én ezt jól látom-e, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen sorsfordító baleset után át kell gondolni az embernek az életét minden tekintetben. Nem csak a szakmájába, hanem a családjával kapcsolatosan egyáltalán fogok-e tudni járni, hogy tudok-e autót vezetni, ami előtte mindennapos természetes folyamat volt. Hát és nem beszélve az állandó fájdalomról, és arról a küzdelemről, ami egy ilyen gyógyulási szakaszban, hiszen ezek nem olyan, hogy egy-két nap alatt meggyógyuló baleset, és utána nincs vele gond. Majdnem, hogy azt akarja mondani, hogy ha András nem kellően állhatatos vagy szívós, akkor mindezt az eredményt nem éri el? Gyógyulásról beszélek. Valószínűleg így van. 12 műtét 12 volt összesen. Na most, amikor elindultak, akkor mivel kecsegtette Hangodi tanár úr? Hogy ez lesz az utolsó műtét, amit most tavaly április 8-án megcsinált. Tehát előre megmondta, hogy 12 beavatkozásra lesz. Nagyjából azt mondta, hogy 10-12 évig tudjuk elhúzni ilyen folyamatos műtéteket, és akkor a végén kell egy ilyen nagyon erős radikális műtétet végrehajtani, és az majd aztán jó lesz életem végéig. Hát amennyire jó egy ilyen láb. Mit érez belőle, mármint ebből a balesetből? Azóta. Hát ebből minden, tehát ez azért az egész életét megváltoztatja az embernek egy ilyen baleset. Én ott szétcsavarodtam, fejembe ütöttem, lábam szétszakadt, tehát azért ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog volt, és fáj is érzem minden porcikámban ennek a nyomait, tehát. De igazándiból nem szoktunk erről beszélni. Hozzászokik az ember ez a fájdalomhoz, ez is furcsa. Tehát... Sok fájdalmon kellett átesni, már fizikai fájdalmon? Hát a műtétek után igen, azért volt olyan műtét, amikor azt mondtam, hogy hú, ha ezt tudom, hogy ez ilyen, akkor ezt nem. De ezt tanárul mindig elmondta Hangodi tanár, hogy ez nagyon fog fájni, és ez borzasztó, ez annyira fáj, hogy ezt... Ez se rettentette vissza? Hát nem, mert itt vannak a gyerekek, itt a család, hát azért az embernek föl kell gyógyulni, és hát ezért vagyunk férfiak, hogy ezen átessünk. A lányom lakodalmán táncolni akartam, én azért még végig akarok sétálni majd a gyerekekkel a Tiszaparton, tehát szentesi embernek azért tervei vannak, és az nem szerepel benne, hogy nekem nem szerepelt benne, hogy én ezeket ne tudjam beváltani. És hogyha ilyen butaságot csinált az ember, hogy nem tud magára vigyázni, akkor követte, úgy érzi, hogy felelőtlen volt? Hát igen, abban az időben azért az ember, van az embernek olyan ideje, amikor azt hiszi, hogy mindennél mindent meg tud csinálni, és mindenki fölött áll, és hát ez az időszak volt, amikor rohantam, siettem. Úgy azt hitte, hogy úgy fut a szekér? Tehát, hogy elhitte, hogy most nagy király vagyok? Hát nem. Nem így? Hanem az, hogy sokkal többet bírok teljesíteni, mint amennyit az ember valóban bír. Tehát sokkal többet vállal az ember. És ez nagyon fontos. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy sose siessen annyira, hogy engem most már utolérjen. Tehát vigyázzon azzal, hogy nehogy utolérjen. Tehát inkább az, hogy tudja az ember, hogy mennyit kell pihenni. Apukám, aki mesteroktatója volt a gépkocsi vezetésnek, mindig mondta, hogy a gépkocsi vezetés egy veszélyes üzem. Na most mennyire rajzolta át ez a betegség, ez a baj, mondjuk a baráti kapcsolatokat?
mert hogy nem titok, Andrással tegnap hosszabban beszélgettünk telefonon, ő azért egy fél mondat erejéig említette azt, hogy hát elertünedeztek emberek. Igen. Igen, ezt hallottam egyébként a beszélgetésnek ennek a részét, és ez tényleg így volt, hogy Orosházára át kellett volna menni a kórházba, át kellett volna, hogy jussak valahogy, de nyilván itt volt a három gyerek, abból éppen azt hiszem, hogy kettő volt himlős, kocsi nem, mert hogy összetört, valaki át kéne, hogy vigyen. És egyetlen egy ember volt, aki idejött, hogy Jutka, akkor átviszlek neked, mikor jó, mikor érsz rá. Tehát nem, hogy ő mikor ér rá, hanem én mikor érek rá. A többiek elzárkóztak, vagy lapítottak? Lapítottak. Ezek a barátságok meg is szűntek? Tehát újraépíthetetlennek bizonyultak? Nem mondanám, de tehát közeli barátunk nem túl sok van. Épp ezért. Valószínű. Azért ez egy öttagú család esetében azért, hogy a családfő kiesik úgymond a napi ügyvitelből, hogy ágyba kényszerül. Azért ez megviseli a család. Hát én voltam az ügyvitel egyébként, tehát szerintem nem az ügyvitelből estem ki, én lettem az ügyvitel. Tehát ugye mindenki velem foglalkozott egy kicsit. Tehát türelmetlenné válik ilyenkor az ember, nem? Pukkancsá egy picit. Hát én nagyon pukkancs voltam, tehát volt már, amikor közölték velem, és már be vagy oltva, megkaptad a teljes kájúat, be vagy kötözve, most már maradjál nyugton is. Volt is úgy, hogy két percig nem kértem semmit, nem a két perc, egy percig nem kértem semmit. Tehát volt már. Az én férjemet is ugyanekkor érte szinte az autóbaleset, amiben ő is a térdén sérült meg nagyon súlyosan, és ez a két összecsengő sors, az, hogy közösen más utakon is, de ugyanazt az orvost választották, és ugyanolyan panaszokkal, tünetekkel kerültek Budapestre a Hangodi professzor úrhoz. Hát talán ez a sors, hogy így összehozott bennünket még szorosabban. Andrást ez a baleset, vagy ez a, nem is tudom minek nevezze, megpróbáltatások sorozata, ez miképp változtatta meg? Hát először is a mozgása az egy nagyon lényeges kérdés volt, hiszen egy tevékenykedő állatorvosnak igen erős fizikai fizikumra is szüksége van ahhoz, hogy egy nagy állatnak tudjon segíteni bizonyos szituációkba. Tehát őneki szerintem meg kellett változtatnia a szakmája felé a gondolkodását, és hogy majd a baleset után mit fog tudni csinálni a szakterületén. Amikor mi összetalálkoztunk, akkor egy ilyen szakmai útkeresés előtt állt. És így jött a szemészet? Mi érdekli őt mindenbe ennyire? Kihívás szerintem. Kihívás milyen téren? Kifelé? Szerintem önmaga felé és a szakterülete felé is. És én pont azt mondtam el és meséltem el, hogy ez milyen óriási nagy területet ölel föl, és nagyon sok rétűen kapcsolódik az emberi szervezethez. A látás, és szerintem Bandi ezen keresztül elgondolkodott azon, hogy én mit csinálok a humángyógyászatban, és ő ezt hogy tudná átültetni az állatgyógyászatba. Többé tudtam, hogy stabilan nem állok a lábamon, vagy nem tudok lábra állni, és akkor ez a szemészet volt, amit ülve is lehet végezni, jött ez a lehetőség, akkor már ilyen különböző könyveket bújtam, gyakoroltam a szemészeti beavatkozásokat. Kicsit kényszerhelyzet volt? Kényszerhelyzet is benne volt, tehát nem tudtam állni. Tehát engem legurítottak a műtőasztal mellé, a vizsgálóasztal mellé, sokszor a betegágyamhoz hozták a beteget oda, és akkor ott tudtam megnézni. Gyakoroltam az ágyba, a kis sertés szemeim, amiket mindenki kinevetett. Például olyan, amikor a szaruhártya teljesen elbarnul, elfekélyesedik, nem látok, hogy a közben a szem többi része az ép. Épp csak egy ablakot kellene rajta nyitni, hát akkor ezt az ablakot tegyük rá, és ezért kitaláltam, hogy négyesmentes sertéstelepről származó sertések szaruhártyáját felezve, vagy egészben teszem a kutyusok szemébe, tehát, és ez nagyon-nagyon szépen működik. Rengeteget kérdezett, nagyon érdeklődő volt, átjött hozzám, én Orosházán dolgozom a szemészeten, és megnézett műtéteket, akkor nekem van egy magánrendelésem, ahol a műszereket végig tudtam neki mutatni, a vizsgáló eljárásokat.
És én úgy vettem észre, hogy egyre inkább tetszik neki ez a szakterület, és egyre inkább elkezd abba gondolkodni, hogy hogyan lehetne az állatgyógyászatban, ezeket a humán gyógyászatban már használatos eljárásokat átültetni. Nagyon érdeklődő volt, és nagyon kreatívan gondolkozott ezzel kapcsolatosan. Na most lévén, hogy mi vagyunk az alsó küszöbök nézők, csak hogy mi is értsük egy picit, az, amit ő átültetett, vagy meghonosított az állatgyógyászat tekintetében, az mennyire számít forradalminak? Hát ennek a jelentősége Isten igazából hol van? Hát nem biztos, hogy ennek igazából én fogom tudni megmondani a jelentőségét, hiszen én nagy részt humán oldalon látom a dolgokat, de amennyi rálátásom van ez alatt a jó néhány év alatt, én azt mondom, hogy rendkívül forradalmi az a dolog, amit a doktor úr csinál, hiszen olyan vizsgáló eljárásokat és olyan eljárásokat, műtéti technikákat alkalmaz ma már, ami az állatgyógyászatban nagyon úttörő, és ő az első, aki ezeket rutinszerűen bevezette erre a szakterületre. És vannak olyan vizsgáló eljárások, vannak olyan gyógymódok, amit szerintem Magyarországon ő végzett először. Doktor úr, mi történik épp? Olyan apró nyílásokat vágunk a szivárványhártyán, amely úgynevezett új kis mikropupillaként fog működni, és így a keringés tökéletes lesz a szemen belől. Ugye az nem titok, hogy ön szinte minden nap gyakorol? Hát igen, azért ahhoz kell mindennapi gyakorlás, hogy az ember ezeket a beavatkozásokat el tudja végezni, de nem csak ezt gyakorlom, hanem például a szaruhártya átültetésnek a varrási technikáját, illetve a szaruhártya különböző megnyitása utáni sebzárási folyamatokat, ezt sertés szemeken gyakorlom, illetve magát a transzplantációt is gyakorlom. De mit kell gyakorolni? Hát az ember már egységnyi idő után kellően professzionális ahhoz. Hát egy ilyen műtétnél nagyon fontos a gyorsaság. Nagyon fontos a gyorsaság, köszönöm szépen. Elvégeztük a beavatkozást. Nagyon fontos a gyorsaság, és az, hogy a gyorsasága ne kopjon meg az embernek, ez rendkívül fontos. Fél milliméter vastagsága a szaruhártyának, a felső egyharmadát öltjük át például egy transzplantációs műtét esetében is. Ez a transzplantátum egy 7-7,5 milliméter átmérőjű szaruhártyadarabka, amelyet ugye kiemelünk a donorból, és aztán beültetésre kerül. Hát azért ezt mindenféleképpen gyakorolni kell. Hát Andrásnak a személyzetem belül egyrészt a felszereltsége az, ami utolérhetetlen valószínű, nem csak az állatorvosi, hanem a humánorvosi vonalon is. Másrészt pedig a tudása az, amit nagyon kevesen tudnak utána csinálni, tehát nem a tudást nem tudják utána csinálni, hanem a tudományt olyan szinten tudja művelni, hogy ezen keresztül elképesztő dolgokat létrehozni, megvalósítani, amit tényleg igazán a kollégák többsége csak néz, hogy hát ilyen is van. Már. A legfontosabb benne az az embersége. Én, amikor leültem az interneten és kiguglisztam az ő nevét, akkor ez egy szombati nap volt. Felhívtam ismeretlenként, és mondta, hogy hát természetesen meg kéne nézni a kiskutyát, én hiába írom körül, hogy mi történt, el kéne jönni, meg kéne nézni a kiskutyát. És mondtam, jó, de holnap vasárnap. Azt mondta, hogy nem gond. Ha valaki ezt mondja, hogy vasárnap is kinyitja a rendelő ajtaját, akkor abban minden benne van, azért, mert neki ez az élete. Ez az élete? Igen, szerintem neki ez az élete. Apukám az fogja magát, leül a beteggel, majd magával a pácienssel, a páciensnek a gazdájával, mert gyakorlatilag maga a gazda is egyfajta páciens, amikor be tud betegedni azért az állatának, az egészségének a romlásába, és ő velük is elbeszélget, gyakorlatilag az ő lelkét is gyógyítja azzal, hogy elbeszélget, elmondja, mi a baj, ha kérdése van, tegye fel nyugodtan, meg egyébként mit dolgozik, hol lakik, mit szeret, stb. Tehát ő foglalkozik az emberek lelkével is. Szerinted ez miért van? Vagy miért nem tipikus, ha az ő esetében ez ennyire megszokott? Azt hiszem, ez a nagymamának, tehát az ő édesanyjának ez a ráhatása, aki egyébként a mai napig leszokott járni hetente 2-3-szor hozzánk rendelőbe, és ugyanazt megcsinálja a betegekkel, a gazdákkal, hogy ő neki elbeszélni, hogy én
én vagyok a Dobos Dandinak az anyukája, és egyébként ő nagyon jó kisfiú, és hogy ön mit dolgozik, hol lakik, maga nem ott lakik egyébként, mert tudom, hogy az ön anyukája ez meg ez, és azért, hogy máshol lakik. Úgy mondja a nagyomát, hogy ő a Dobos Andrisnak az anyukája? Tehát ő itt szentesen a Dobos Andris, akit mindenkit ismer? Igen, igen. Egyébként ez tényleg így van, tehát ő apukámat is nagyon sokan ismerik, mondjuk úgy, hogy szentesnek a fele az tudja, hogy kiről van szó, a még 25%-a az meg úgy hallott már róla. De nagyomámat, az viszont majdnem mindenki ismeri a városban. Nagyon komoly eszközök bevásárlását tudtuk megejteni az uniós támogatással. Kidobnak az ajtón, ugye megyünk az ablakon. Ön egy ilyen rámenős típus helyről van szó, ugye? Hát a jó cél érdekében az természetes, tehát igen. Inkább azt mondom, hogy a tökéletességre próbálok törekedni. Persze van hiba. Tehát mindig azt kérdezik, hogy minden sikerül-e, egyáltalán nem. Akinek nem sikerül valami műtét vagy kezelés, annak az az egy szem, vagy az egy kis beteg jószág, annak az egy tragédia. De az embergyógyászatban is, és minden jó, tehát ez biológia, az a baj. És ezért kell a tökéletességre törekedni eszközökben, mindenben, hogy minél alacsonyabb százalékra próbáljuk csökkenteni a rajtunk kívül álló hibák lehetőségét. Az mennyi az ön esetében, mondjuk? Próbálkoztunk itt a konferencia előtt ilyen fölméréseket csinálni. Hát mi nagyon sok műtétet végzünk, tehát lézeres műtét, az elmúlt három évben ilyen 2000 körüli lézeres műtétünk volt, és ebből úgymond recidíva, visszamaradás, sikertelen műtét nagyon a nullához közelít. És ez mondom, nagyon nagy szám volt. De még az is elkíséri adott esetben hónapokig vagy évekig? Hát ha valami nem sikerül, akkor engem ez borzasztóan elkísér. Milyen főnök? Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon kedves és rendkívül segítőkész. Szigorú? Igen. Miben? Miben nincs nála appelláta? Hibázni nem lehet. A minőségi munka az alapvető mindenkinél. Hát én odafigyelek rá. Tehát én nem vagyok fegyelmezetlen egyébként. Igen, te egy szófogadó fiú vagy. Hát én igyekszek az lenni, igen. Van más lehetőséged? Van más lehetőségem, csak nem érdemes. Még nem értél vele? Hát, ha én úgy gondolom, hogy apunak nincs igaza, akkor megmondom neki. Van, hogy ő úgy gondolja, hogy nekem nincs igazam, és olyankor egy kicsikét hevesebb szó eszmecserénk van, de egyébként jól megvagyunk egymással. Az jutott eszembe, hogyha nem történik ez a baleset, akkor ön szerint most mit csinál ön? Biztos, hogy személyzettel foglalkoznék. Ilyen mélyen biztos, hogy nem foglalkoztam volna még vele, hanem egy jó alkalmazott szemész állatorvos lennék. Na most, ma jó sokára egyszer mondjuk nyugdíjba vonul, akkor lévén, hogy mind a hárman, ugye, ezen a területen, vagy közel ezen a területen mozog, tehát a két testvéred is azért az egészségügyben igen, dolgozik. Igen. Ki fogja átvenni ezt a birodalmat? Hát nyilvánvalóan én, de ugye édesapámnak az volt nagy álma, az a nagy álma, hogy majd mi hárman összeállunk és együtt csinálunk valamit. Hát ez majd kiderül a másik kettő testvérem későbbi életétől, hogy ők akarják ezt csinálni vagy sem. Én mindenképpen ezt fogom csinálni, tehát én mindent megteszek, hogy át tudjam venni időben majd ezt a egész dolgot, praxist. Sokkal magabiztosabb lett, kiteljesedett ez ebben a szakterületben, és én jelenleg csodálom, ahol ő eljutott. Mi múlott el elsősorban ön szerint? Saját magán. A műsor támogatója a Medivia Kft. Hogy nyoma maradjon.